Aurora mindig is másképp tekintett a világra, mint mások, hisz egyszerre látja a szellemi és anyagi síkot. Freyjordból származik, egy vasztaja répatermesztő törzsből, de most messzi vidékeket jár be, hogy tanulmányozza és segítse a szellemeket. Kutató munkát végzek. Az önzetlen, bolyhos farkincájú Aurora egyben egy tehetséges boszorkány is, aki erős lélekmágiával csap le ellenfeleire. Nagyon érdekes. Később utána olvasok. Hegyezd a füledet, mert kezdődik Aurora hős bemutatója. Kezdjük a passzívjával, a lélek megtagadással. Ha eltalál egy ellenséges hőst három varázslattal, maximális életerő alapján vízbesebzést és felszabadít egy szellemet. A szellem ezután gyógyít egy kicsit Aurórán, aki pár másodpercre szellemmódba kerül. Szellemmódban bónusz mozgási sebességet kap, hogy egyre messzebb és messzebb és messzebb juthasson. Egyszerre legfeljebb négy szellembarát kísérheti, mindegyikük erősebbé teszi a szellemmódot és frissíti az időtartamát. Ez aztán a csapat szellem. És most együtt! Kúja a dupla rontás. Egy vonalban megsebzi az ellenfeleket, megjelölve a szellemüket. Újból elsütve az energia visszatér, és megsebzi az ellenfeleket, amelyeken áthalad. A sebzés az ellenfelek hiányzó életerejétől függ. Érdemes hát minél több sebzést okozni nekik a rontás visszahívása előtt, hogy drámai véget érjen a kombó. Ebből elég volt, köszönöm. Aurora szeret egy szökkenéssel az ellenfél előtt járni, és W-je a fájtlonát nagy hasznára van ebben. Félreuglik és eltűnik a szellemvilágban, ahol rövid időre lopakodni kezd. Világok között. Földetéréskor szellemmódba lép egy kis sebességlöketért. Bár a W hasznos meneküléskor, a töltési ideje kiiktatáskor nullázódik. Ha sikerül valakit lecsapni, érdemes nagyot szökkenni. Hogy tudnak ennyit harcolni? Kimerítő. Az E-vel a különös sorssal hátra szökken és előhívja a közeli szellemeket, akik megsebzik az ellenfeleket. A különös sorssal lelassíthatod a célpontot, ha szökni próbál, vagy távolságot tarthatsz, ha az ellenfél túl közel jön. Tiszteletben kell tartani egymás személyes terét. Ne közelíts! És íme a boszorkányfőzet utolsó hozzávalója a világok között. Végső képessége összemossa a szellemi és anyagi világot. Az impulzus megsebzi az ellenfeleket, és bent ragadnak Aurora mellett. A határhoz érve visszalöködnek a középpont felé, és lassulnak. Aurora odabent egy felerősített szellemmódba lép, és még jobban megnő a mozgási sebessége. Amikor pedig eléri a határt, biztonságosan a túloldalra kerül. A világok között hasznos, ha több ellenfelet kell kordában tartani, különösen olyan helyen, ahol a terepet is ki lehet használni. Mivel ő maga szabadon és gyorsan mozoghat a terület körül, könnyen összezavarja az ellenfeleit, míg a társai befejezik az ütős kombót. De meg kell válogatni, kit ejtesz csapdába. Az átvillanásra képes ellenfelek könnyen kislisszolnak a területről, mások pedig lebéníthatják Aurórát, vagy szándékosan a határnak lökhetik, hogy megszabaduljanak tőle. Képességei arra valók, hogy hirtelen sok sebzést vigyen be, majd ravasz nyusziként eliszkoljon az ellenfelei elől. A portyázási szakaszban írts minionokat, helyezkedj jól a szellemmód sebességével, és ragad meg a könnyen megnyerhető csatákat. Aurora legmegbízhatóbb sebzést okozó kombója a Q-E-Q. Ezzel több célpontra is aktiválható a passzív képessége. Varázskönyve a csapatharcokban különösen hasznos. A fájtlonát segít pozícióba kerülni, hogy területre ható szellemmágiával minden ellenfelet elpusztíts. Nem érek rá. Vagy csald őket egy szűk területre, ahol tökéletes prédái lesznek a csapatodnak. Tetszeni fog a szellemnét. Kellemes. Aurora hatótávja nem túl nagy, ha messziről támadó ellenfeleket kell elérnie. Nem szereti, ha valaki belép a személyes terébe. Ha egy orgyilkos vagy egy zúzó próbálná elkapni a nyuszi fülét, miközben a menekülési képességei még töltődnek, könnyen bajba kerülhet. Vissza a szellemvilágba. Vajon Aurora neked való? Ha szereted a mágusokat, otthonosnak fogod találni a varázskombóit, főleg ha szívesen játszol Arival és Nikóval. Ha pedig a komisz hősöket kedveled, Timo, Seko, Leblanc, élvezni fogod Aurora trükkjeit is, amelyekkel hamar eléri, hogy az ellenfelek a saját farkukat kergessék. Szeretnétek a szellemekről beszélgetni? Hallgatás, beleegyezés. Mára ennyi. Aurora a világok közötti boszorkány készen áll, hogy szellemeket mentsen a szurdokban, és Móresre tanítson mindenkit. Szökkenj a harcmezőre, és tudj meg többet az alábbi hivatkozásokon.